a 400 méteres vegyes úszás koronázatlan királya Verrasztó Dávid. A 27 éves úszó azonban más távokon is nagyon jól teljesít. Nézzük! Ha világkupa és 400 méteres vegyes úszás, akkor Verrasztó Dávid. A 27 éves világbajnoki ezüstérmes sportoló az elmúlt pár hétben utazással és versenyzéssel töltötte az idejét. Hát most legutóbb Tokió, Doha, Dubaj, ez volt a program, ugye a világkupa utolsó állomásai, azt mondom. Hát elég hosszú volt, úgyhogy nagyon elfáradtam. Ez ilyen két hét alatt megy le, így három verseny, úgymond, mert most egy kicsit a Tokió meg Doha közötti időeltolódás miatt ott volt három nap szünetünk, úgyhogy ezért lett így szóval egy-két nappal így megtoldva, de nagyjából így két hét alatt lemegy ez a három verseny. Az utolsó verseny előtt azonban egy kis izgalom is került Dávid versenyszériájába. Majdnem lemaradt az utolsó állomásról. Utazási problémáim mindig szoktak lenni, most az útlevelemmel volt egy kis probléma, azt mondták, hogy elszakadt, de igazából hát tényleg kicsit elhasználódott a sok utazás során, és nem akartak beengedni Dubajba, de a nagyon nagy segítségek árán a dohai konzul és nagykövet segítettek, hogy bejutassak Dubajba, úgyhogy éppen, hogy beestem a versenyre. 400 méter vegyes úszásban az összes állomáson ő szerezte meg a győzelmet. Így joggal mondhatjuk, hogy Dávid sikerszériája tovább folytatódik. Olyan nagyon nagy ellenfeleim tényleg nem voltak, azt mondom, persze nehéz ilyet mondani, nagy ellenfelek, mert ugye második lettem a VB-n, egy ember vert meg, ő most pont nem indult ezeken a versenyeken. De azért nem volt olyan egyszerű, mint aminek látszik ez a dolog. Megszenvedtem, úgyhogy kicsit büszke is vagyok azért erre a teljesítményre. Dávid már többször is mondta, hogy az olimpián szeretne több számban is indulni. A világkupa állomásokon kicsit kísérletezhetett is. Az összetettben a negyedik helyet szerezte meg. 200 pillin, 200 vegyesen nagyjából mindig elindultam, volt a 200 mellen is. Próbáltam én is pontokat gyűjtögetni, meg azért edzésben is maradni. Ugye délelőttönként több számot leúztam, azt mondom minden 200-ba úztam, de azért próbáltuk a 400-200 vegyest, hogy biztosan hozni, vagy érmeket hozni, pontokat, hát ha lehet még esélyem ugye a harmadik helyre, de azért ez a utolsó két versenyre kirajzolódott, hogy végül csak negyedik leszek, úgyhogy kicsit szomorúak voltunk, de csalódottak nem vagyunk. Annyi a könnyebbség nekem, hogy 400 vegyes Rióban az első nap van, és emiatt szeretnék még valamilyen számban elindulni, de tényleg ahogy adja az élet, meg próbálkozom persze, de még nem tudjuk, hogy mi lesz az. Igaz, egy nagyobb etapon van most túl. Sok utazással, versennyel és egy kis izgalommal gazdagodhatott. Azonban az elkövetkezendő időszakban sem a karácsonyi ajándékok vásárlásával telik majd az ideje. Muszáj edzeni, mert nem sokat tudtam így Kazany óta, én azt mondom, úgy igazán edzeni, nagyon sok volt a versenyutazás. Most meg OB lesz, ugye ezen a hétvégén szombaton indulok egy 400-esen, mert ez kötelező. És utána próbálom összeszedni magam a rövid pályás EB-re, hogy azért valami jó produkciót tudjak nyújtani. December még elég sűrű lesz, ott ugyanígy egy ilyen három verseny egymás után. Rövid pályás EB Izraelbe, utána Európa, Amerika egy ilyen kicsit ilyen izgalmasabb, ilyen, hát nem buli verseny, mert azért komoly emberekkel kell megküzdeni, de minden a hangulat nagyon jó, úgyhogy ezt nagyon szeretjük, ezért mindenképpen megyek oda, ez Indianapolisba lesz, és utána még Oroszországban egy ilyen minden évben Szalnyikov kupának nevezett hely, ahol meg vagyok hívva, és ezt se szeretném lemondani. A 2015-ös év hosszúra nyúlik Dávid számára, aminek minden egyes pillanatát élvezte, de azért az itthoni légkör hiányzik már számára. Én azt hiszem, jobban fogom bírni, most egy kicsit megrogytam, tényleg sok volt az utazás, általában ez úgy néz ki, hogy utazunk, egy napot edzünk, két napot versenyzünk, egyben megyünk tovább, úgyhogy azért nem annyira felüdülő, mint mi is így elsőre gondoltuk, azért volt benne egy 20 órás út, mondjuk a Tokió-Doha, az elég hosszú volt.
De hát próbálom bírni meg, de igazából már szeretnék edzeni, meg egy kicsit itthon lenni, mert ez muszáj, ez sokáig nem megy így, hogy csak a verseny, csak az utazás, úgyhogy erre próbálok most egy kicsit koncentrálni majd.